No, hát ezt üzente nektek Bartók Eszti, de hogy Bartók Eszti? Kászkáda üzente ezt, Bartók Eszti már itt van a stúdióban, hihennel együtt, sziasztok! Hello. Összekevertelek Kászkádával, nézd oda! Na, hát mind a kettőteket jelöltek ugye a legjobb női előadó kategóriában, téged ugye a legjobb klip kategóriában is, ha jól tudom. Mit szóltatok? Eszti! Örültél? Nagyon. Mennyire? 1-10? 1-10-2000. Nagyon örülök. Számítottál rá? Nem. Nem számított. De hogy jelöltek? Már nem úgy, hogy csak úgy kezdem, hogy ha nem számított rá, nem, valaki számít rá. Nem tudom. Hogy jelöltek, mennyibe került? Na, nem, igen. Hát ez a fura, hogy jön nekem eddig semmibe. Tehát, hogy pont azért örülök, mert így ez a saját utam. Tehát tényleg, mit te évig vívódtam, mire kész lett a lemezzel, meg mindegyik lemez egy ilyen különleges vívódás, mire kész vagyok, meg minden hang a helyére kerül, meg a stúdiót befejeztem, meg rögzítettem a hangot, meg megírtam a szöveget, addigra minden erőmet így leszívja. Aha. És akkor aztán meg, hogyha így van érkezés a dolognak, az ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Na, kíváncsi leszek, hogy ki fog nyerni. Te mit szóltál? Ez az első jelölésed, igen, ugye? Pont a ezt akartam mondani, hogy tavaly nem is tudtak volna jelölni, nem is volt semmi számom, aha, semmi klipem is, és annyira, hogy így első körben, annyira, tényleg ott a sajtótájékoztatón, amikor még fel sem fogtam az első jelölést, de már mondták a másodikat, tök jó érzés. Igen, mert hogy az érdekessége a dolognak, azt nem tudom, mennyire tudják a nézők otthon, hogy idén volt először, én úgy tudom, hogy ott a sajtótájékoztatón tudta meg mindenki, hogy pontosan ki a jelölt. Igen? Tehát, igen, igen, úgyhogy nagy izgalom volt mindenkiben, igen, szerintem. Igen. Nagyon szuper. Melyik jelölésnek örülsz jobban? Az én a legjobb női előadó. Igen? Uh-huh. Azt tudjuk. Ki tartasz legnagyobb konkurensnek, legnagyobb favoritnak? Jaj! De komolyan, és nem fedél nekem most ezt itt mondani, komolyan, nyugodtan bárkit lehet mondani. Tehát, hogy most nehogy egymást mondjátok, mert tőle is megkérdezem majd. Tehát most azért, mert itt ültök egymást, mert ne ugyanazt most mondjátok. Most attól függ, hogy milyen szempont, mert például... Van ugye, tehát... Lola, Barbie, Bartók Eszti, Hien, és van még Noémi, ötödik, nagyon virág. Nagyon virág. Hát legrégebben a Lola van. Benne, nem? Hát, attól függ, igen. Tehát, hogy nem tudom, nem tudom, hogy pontosan ki mikor kezdte a zenélés, hát nyilván Lola a fő ilyen diva. Most nem azért, mert ezt itt ül mellettem, de nekem például zeneileg nekem az Eszti ezekkel legjobban tetszik, de ettől függetlenül most ez a konkurens, hogy most akármilyen szempontból lehet nézni, kinek van a nagyobb rajongó tábor, vagy mit tudom én, de mind zeneileg nekem az Eszti. Szerintem ki a legnagyobb esélyes a kometre? Szerintem azt mondod, hogy ilyen, akkor komolyan van. Aha, azt mondod, hogy ilyen, akkor felrobbanok. Egyébként van, nem, azért nyitatok be minket, hogy mondjuk el. Nem, mert tényleg most ezt írtuk, szózenét. Énekel is, és nekem... Hát azért nem annyira szól. Amúgy egy csomó nem szól. Jó, de van egy csomó. De azért, igen, és nekem, tehát az R&B szól, az nekem is azért így... Értem. Többi kategóriáról nem tudom, mennyire láttátok, ott kinek szurkoltok, ha már komelt. Például a férfi előadókat tudjátok, mert akkor segítek, ha nem. Ezt neked is mondom, junior, SP, szerintem az a legerősebb kategória. Szerintem majd olyan szempontból, hogy ott abszolút nem tudom eldönteni, hogy ki fog nyerni. Mindenkinek nagyon nagy a rajongó tábora szerintem. Ákos, és különböző. Ákos, LL Junior, SP, Király Viktor, Fekete Dávid. Hiány? Tadi, gondolkozz. Én Viktornak. Te Viktor? Igen. Miért pont Viktor? Mert hát én mindig azt hiszem, hogy zeneileg most ki tetszik. Ja, a zeneileg neked Viktor. Igen, igen. Nekem én a Viktor zenét szeretem a legjobban annak. Aha. SP nagyon meg fog sértődni, a duett ugrott ezzel. Igen. Eszti? Én is Viktor zenét. Te is Viktor szeretem a legjobban? Nagyon szuper. Nagyon van, lányok, hát én kívánom nektek, hogy nem mindenkettődöknek szurkolok természetesen, ugyanúgy, mint a többi háromnak, úgyhogy sok sikert nektek, aztán még úgyis találkozunk addig, jó? Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. No, mi pedig akkor megnézzük, hogy a legjobb együttes, jól mondtam, legjobb videoklip kategóriában kik a jelöltek, figyeljetek!